A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontja, valamint a Szent István Egyetem Mezőgazdaság és Környezettudományi Kara eredményértékelő konferenciát rendezett, melynek témája a fenntartható természetvédelem a magyarországi Natura 2000 területeken című projekt volt. A tudományos rendezvény átfogó képet nyújtott a svájci-magyar együttműködési program támogatásával megvalósuló hazai természetvédelmi célú projektekről, a források hazai hasznosulásáról, valamint a közös eredményekről. A Natura 2000 területeken hasonlóan más erdőterületekhez egyébként nyilvánvalóan jelentős hatása van a nagyvadfajoknak, az erdőállományok feljövetelére, gyarapodására, főleg az újulatok tekintetében, és e tekintetben egy új módszertan dolgozott ki a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézete, ahol objektív megközelítéssel próbálják a nagyvadfajok által az erdőre gyakorolt hatásokat elemezni, és ebből próbálnak következtetéseket levonni a tekintetben, hogy az előforduló fajok pontosan milyen és mekkora mértékű hatással vannak az erdőállományok gyarapodására. Amit mi csinálunk, az egy ökológiai szempontú, természetesség szempontú felmérés inkább, és nem tartalmaz ökonómiai, tehát gazdasági elemeket. Nem teszünk arra becslést, hogy a vadnak a tevékenysége következtében milyen gazdasági károk keletkeznek. Viszont azokat az alapadatokat, amiket felveszünk, azokat megfelelően értékelve és kiegészítve ezekkel a gazdasági részekkel lehet belőle vadkárbecslést is csinálni. Megcsinálhatjuk ezt úgy, hogy különböző paramétereket, sok-sok-sok paramétert összeszedünk, és akkor ezekből próbálunk kreálni egy természetességet. Mi pedig azt mondjuk, hogy induljunk el a klasszikus bioindikáció elmélettől, hogy nézzük meg azt, hogy a kapcsolatrendszerek azok mennyire működnek. Nézzük meg, hogy egy növényevő mennyire érzi jól magát ebben az erdőben, vagyis mennyire kell, hogy beavatkozzon, valóban el tudja látni azokat a funkcióit, ami az ő dolga, hogy válogasson, szelektáljon, de egy természetes bolygatás következtében fönntartson egy természetes, reagálni képes állapotot, vagy pedig olyan állapotra van kényszerítve, ahol ő neki már ezen túl kell lépni, és egy olyan, ami aztán majd kár lesz az erdészetben, például egy olyan szintű fogyasztást kelljen neki alkalmazni, ami egyrészt gazdasági kár, másik oldalról viszont a vadnak sem jó, mert olyan fajokat kell megennie, amit ha tehetné, akkor nem választanám táplálóanyagtartalmas egyéb miatt. Az elmúlt időszakban közel 100 000 hektáron tudtuk javítani az élőhelyi adottságokat a természetesen ott előforduló fajok számára, és a következő időszakban is, tehát 2014-20-ban is ugyanezt célozzuk meg nagyjából, tehát ugyanezt a nagyságrendet. Lesznek vizes élőhely rekonstrukciók, a különböző invazív fajoknak az írtása, erdő szerkezet átalakítás is előfordul, és hát vannak kifejezetten fajok megőrzését célzó beavatkozások, például a vonalas létesítmények, mondjuk utaknak az élőhelyeket elválasztó hatásait csökkentő béka alagutak építése. Tehát ez mind benne van a palettában, és még sokkal több is.